Itt éppen Szekér Ferenc Skodája. Van, akinek már az edzés után igazítania kell a frizurán és a karosszérián. Szabó József szabadul meg a maszktól. Fejes Tamás Fordján sebességváltó csere rallycross módra, két kerékre borítva. A hátcsoport egyik selejtezőjében. Az előtt futam és gondunk volt a gyújtása, ezen szerettünk volna egy nagyon jó időt menni. Jó volt szerintem a rajt, a Fiesta elsokat, elő tudtunk volna menni, és egy nagyon jó idő lett volna, de elszakadt a kormány összekötő. Azelőtt Skodával mentél, az idei évet viszont ezzel a Lancsával, mondhatom azt, hogy küszködöd végig? Hát igen, küszködöm végül is, mert anyagi gondok vannak. Sponzorok nem úgy jelentkeznek, ahogy kellenének, és ez miatt ez egy kicsit költségesebb autó, és nehezen bírom. Föntartani gondok vannak. Néha visszaálmodod a Skodát, a jó öreg vasat? Visszaálmodom olyan szempontból, hogy a nézőknek azért csak az valami, hogyha egy Skoda jó eredményt ér el egy nyugati autóval szembe. Most, hogyha megverek egy Skodát, a néző természetesnek vesz, hogy elvertem. Ezért sírom vissza. Amúgy az autó egy álom ahhoz képest. Elszakadt a kormány összekötő. Meg tudjátok csinálni a következő selejtező futamra? Másik kormány összekötőt nem tudunk beszerelni, mert nehéz is, nincs is. Megpróbáljuk meghegeszteni. Elcsúsztam, oldalára dőlt az autó, hát innen kezdődött az autó gondja. Utána a fiúk nekiálltak szerelni, és hát itt a kis kapkodásba egyik cső elfelejtették meghúzni eléggé, ezért a turbó lenyomta sajnos a turbó nyomás csövet, és ezért álltam meg most ebben a futamban. Harmadik selejtezőben tudsz javítani? Hát nagyon szeretnék, mert legalább le szeretnék jutni a B-döntőbe. Bajnokságban milyen reményeid vannak? Nagyon erősek az ellenfelek, úgyhogy a dobogóról úgy néz ki, hogy letologatnak szépen, de az első öt helybe szeretnék beférni az év végén. Lényegesen erősebb ez az autó. Majdnem 100 lóerőre erősebb, mint a Ferenc Attila lakott a Lancia-ja, és annyira fölnőtte magát a mezőny. 4-500 lóerős autók vannak, ott van ez a Ford Fiesta-ba építve, ami nagyon erős és gyors. A babának a Porsche-ja, hogy a múltkor már nyilvánul egyértelművé vált, hogy gyengébb az autó, tehát papíron szerint csak a 34. helyre volt jó. Ez az autó lényegesen erősebb, jobb, a Janika elve versenyzik a rallyba, rendkívül mondom fel van készítve, és egy fantasztikusan jó vezethető autó. Ehhez a pályához nem fűződnek éppen kellemes emlékeid? Hát lehet látni a versenyzésemen, hogy az ominózus kanyarban, ahol sikerült tavasszal fölborulnom, ott nagyon magázatva jövök, szóval lényegesebben lassabban, de a pálya többi részén ott megpróbálom pótolni ezt a rátartást. A második futamban már az első időt abszolváltam, és tulajdonképpen a harmadik selejtező fogja eldönteni az első rajtkockának a sorsát, mert az első rajtkocka egy fél győzelem a rallycrossba. Nagyon tetszik az autó, el van zsibadva a kezel lábam, annyit kell váltani, nincs olyan életemben. Ezt nem gondoltam, hogy ezen a pályán hatodik kifelé lehet váltani ilyen rövid pályán. Jó ment a Balázs, nagyon jól elkapta a rajtot. Én úgy érzem, hogy beragadtam, elaludtam a rajtnál, és utána nem tudtam rámenni, nagyon jó az autója. Az enyémben viszont szép lassan kezdtek el kifogyni a lóerők, úgy, ahogy az intercooler egyre jobban melegedett föl. Helyek közelén úgy határoltam be önmagamba ezt a dolgot, hogy megpróbálok a Szabó Józsi mellett az első sorból elrajtolni, és azt követően, ahogy a saját tempóm diktálja, és azt szerint megpróbáltam menni. Ez már profi szint, amikor valaki először a Józsitól, utána tőlem szorongatva így meg tudja a vezető helyét tartani. Kaptál egy utolsó előtti figyelmeztetést? Jogos volt, de úgy érzem, hogy nem csak nekem járt volna. Én a hétvégén kimentem Belgiumba megnézni a rallycross EB-t, ott láttam, ahogyan előzgettek. Én azt hiszem, hogy egy kicsit nekünk is felfogásba változni kell, és egy kicsit több rallycrosst hozni ebbe, sportszerűen, autótörést kihagyva belőle. Erre a divízióra és rád érvényes az a mondás, hogy ezt a bajnokságot elvenni tőled már nem lehet, maximum te veszítheted el, de most már az sem ezzel a győzelmeddel. Igen, úgy néz ki, hogy most már papírforma szerint is nagyon közel állok a bajnoki címhez. Még egy győzelem kell, és akkor 100%-os a bajnokság. Igyekszem azért a három versenyből még ezt az egy győzelmet összehozni, és nagyon örülök, hogyha sikerül idén harmadszorra megszerezni a bajnoki címet. Amikor elrajtolsz, mi játszódik le benned? Nem engedhetem meg magamnak, hogy egy rossz rajtot csináljak, mert Kessler Matyi is nagyon jól tud rajtolni,
és utána pedig a tükröt figyelve és a pálya minőségét beosztva az erőt, hogy azért ne engedjem, hogy nagyon rám jöjjön, de viszont az autót kímélve próbálok meg szépen körbe menni és nem hibázni. Remélem, hogy a második helye most már véglegesen megvan, mind a 7 versenyt sikerült idén befejezni. Mennyire váltotta be a Rallycross a hozzáfűzött reményeken? Hát okozott némi meglepetést, de nagy vonalakban körülbelül ezt vártuk, hogy valahol az első háromba, és hát itt a Kotán Péter mögött keményen lehet edződni. Úgy gondolom, hogy jövőre ez még lehet jobb is. Technikai sport. Nem lehet ellen semmit tenni. A meghajtás, a kihajtás elment, egyszer nem vitte a motor az autót. Nagyon sajnálom, mert nagyon jó volt az autóval autózni. A baba rendkívül jól rajtot vett, de utána úgy érzem, hogy lényesen gyorsabb voltam, mint ő. Tehát volt még 5 köröm, hogy bárhol sikerülhetett volna megelőzni. Tehát teljesen nyílt volt még a meccs. Mozart Péter mellől tudtam indulni. Nem sok sanszot adtam volna magamnak a rajtoláshoz. A Péter valami oknál fogva egy picit berakadt, egyébként mögöttem ott volt tologatott hátulról, de végül is a rajt elég jól elcsíptem, erre koncentráltam nagyon, és úgy néz ki, be is jött a dolog, és most sorozatban a harmadik futam győzelmet tudtam alatni. Mozart Péter finoman, de azért bekopogtatott nálad mondjuk 3-szor. Próbáltam egy másodikkal kapcsolatban, atya, úristenek, nem vette vissza a másodikat. Nyilván az autónak a felhajtó ereje kicsit ezáltal csökkent. Gyorsan visszatoltam harmadikban, ez már mindig bevált, mert most előző 2 versenyen pont ugyanilyen szituáció volt, hogy a harmadik fokozat volt csak meg, na most onnantól aztán végig harmadikban mentem. Ebben a mezőnyben már semmit nem vannak simán. Itt nagyon jó autók vannak, nagyon jó sofőrök vannak, és az egyenlő erők elve alapján, hát itt bizony óhatatlan az, hogy az ember összeérjen. Ez nem közút, ez versenypálya, és az én megítésem szerint ez a mértékű koccanás sorozat, ami ilyen versenyeken előfordul, teljesen normális és szabályos, és tulajdonképpen ez adja a savát, borsát a versenyzésnek.